Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon. Üdvözlet mindenkinek, és 2022. 8. 28-án már régóta készülök erre a videóra, és összezettem jó néhány nagyon rövid kis bejátszást Elon Musk-tól, amikor is az úgymond túlnépesedésről beszél, ami oly sokakat szerintem foglalkoztat a gondolat, hogy a világon túl sok ember van, és mi vagyunk azok, akik okozzák majd ennek a képzeletbeli bolygónak a pusztulását. Szóval megmutatok néhányat ezek közül, illetve majd egy ponton Megnézzünk egy részletet az inferno Ez a Tom Hanks film, ami szintén kapcsolódik ugyanehhez a propagandához. És az egy másfél perces részlet, szóval azt is meg fogjuk beszélni. Nagyjából ez az, amire lehet számítani, úgyhogy kezdjük is el. So if countries like Japan, most Ugye ez a népesség összeomlás, amiről ő beszél, és úgy fogalmaz, hogy emiatt aggódnunk kellene, és a kérdés az, hogy miért. Utána elmondja, hogy Japán, Európa, illetve Kína most a következő. Hogyha megvizsgáljuk a születésszámot ezekben az országokban, az mindössze fele annak a aránynak, melynek, mely szükséges ahhoz, hogy fenntartható legyen a faj. Az emberi faj, úgy értem. Sajnos erről kevés szó esik, és én sem tudtam róla, amíg nem néztem utána ezeknek a dolgoknak, de az most így nevetséges számomra az a fajta tudatlanság, amiben voltam, meg amiben a többség van ma, hogy azt gondoljuk, hogy ha csak lecsökkentjük a gyermekek számát egyre családonként, akkor minden majd jó lesz hogy fogjuk úgy fenntartani a fajt, ki az, aki dolgozni fog, hogy amikor előrekszik majd a népesség, és ezt nem gondol bele ebbe senki, ezt ő egy fejreállított piramisként fogalmazza meg. You have an inverted demographic pyramid, so if you like look at the, the pyramid, you've got age creation. 60 year olds, 50 year olds, 40 year olds. Fölül ugye a legidősebbek és halad lefelé a fiatalabbak felé. 20 year olds, you know, like sort of a demographic pyramid. Right. És az a probléma, hogy sokkal több idős van, mint amennyi fiatal születik. Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobaba.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon.